Tavas Dégó KC Tata 31-22, én gratulálok a győzelemhez. Mondhatjuk azt, hogy ez egy sima győzelem volt, de nem volt elégedett mutatott játék az a csak. Igazából nem voltam elégedetlen egyáltalán. Én nagyon dicsérni tudom a védekezésünket, mind 60 percen keresztül, tehát itt a természetesen Kovács Péter teljesítménye mellett nem lehet elmenni szó nélkül, nagyszerűen védett, de azt kell mondanom, hogy itt a belső hármasban megint Boda Tamás és Mazák Lajos remek teljesítmény nyújtottak, tehát akár itt nem csak a megállító faltokra gondolok, hanem labdaszerzésekre is, ehhez a védekezéshez még hozzátartozott a Bodorovics Istvánnak a teljesítménye is itt jobb kettes védekező pozícióban mindenképpen. Azt gondolom, hogy ez volt a döntő. Az első félidő elején ott már talán az első 10-15 percben egy olyan megnyugtató előnyre tehettünk volna szert a védekezésünk, kapus teljesítményünk alapján, ami végig lehetett volna vinni egész meccs során, de itt a zicsereket hagytunk ki, 7 métereseket hagytunk ki itt az első időszakban, ami következtében nem tudtunk úgy elhúzni, de aztán jöttek a gólok is, Hajdú Tamás kifejezetten jól irányította a csapatot, ültek azok a játékok, amiket elterveztünk, és aztán az első fél időben már egy olyan megnyugtató előnnyel mentünk a szünetre, viszont azért látni lehetett, hogy egy percig sem szabad megnyugodni, talán ez miatt láttad azt, hogy nem mindig voltam elégedett, nem a mutatott játékkal, talán az, hogy egy kicsit megnyugtatott bennünket már az, hogy 7-8-9 góllal is elmentünk, már szinte meg volt majdnem a mérkőzés, de aztán egy kicsit belealudtunk védekezésbe egy-két szituációba, kaptuk a 2 perceket, támadásban kimaradt egy-két helyzet, elabdaladások következtében rögtön 4 lett közte. Tehát pontosan ez az a momentum, ami miatt nem szabad egy Tata ellen sohasem megnyugodni. Tehát nem olyan szintű csapat az, hogy elmegyünk 9-10 gól, és akkor már miénk is a mérkőzés. Mi az, amire figyelni kell a Tata játékában? Tata játékában főleg ugye 2 arca van a Tatának elsősorban, hogyha az idős játékosok játszanak, akik nálunk is voltak már, ugye Szám Ferenc, illetve Himmel Zoltán, itt több olyan játékelem van, amiket ők már ugye sok éve játszanak, és itt a beálló megjátszása, előnyszerzések, keresztmozgások, olyan szintű előnyszerzések, amiből gólokat, illetve előnyöket tudtak szerezni, és ebből aztán zicsereket lőni, illetve a fiatalabb sora pedig egy lendületesebb, mindenféle szempontból nagyobb dinamikával játszó társaság, akinél pedig, hogyha nem érünk ki megfelelő ütemben, akkor azokat az üres réseket jól meg tudják lőni, és akkor itt az átlövésből veszélyesebbek. Mind a kettő részben láttunk természetesen a Tata játékából, de ezeket általában azért a mérkőzés nagy részében jól tudtuk szűrni, kivéve akkor, amikor egy kicsit pont ebből beszéltem, egy picit megnyugodtunk itt a vezetésünk, biztos vezetésünk tudatában, de nem lehet elmenni azért Juhász Ádám mellett sem, aki ugye az NB1-es Tatabányának már egy meghatározó játékosa. Ott a tatai mérkőzésünkön november 1-én, amikor ott játszottunk, akkor ott volt az első meccse, és hát nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ott elvesztettük egy jó sorozatunk után, elvesztettük a 2 pontot. Utána szenvedtünk is a többi mérkőzésen is, itt a tatai mérkőzés után, de ezért is végig bennem volt az, hogy visszajöhetnek és okozhatnak nehézséget. Így is volt, aztán egy pont egy ilyen ember hátrányos szituációban egy-két jó védekezésünk következtében, Boda Tamás labdaszerzése, Zakis Bence labdaszerzése után meg tudtuk ötvén indulni, és igazából, ha azt kell mondani, az utolsó 5 perc, hogy elkezdtük, akkor dőlt el igazából a mérkőzés, és akkor már tényleg az volt a kérdés, hogy most mennyi lesz a különbség. Nagyon örülünk ennek a győzelemnek, mert nagy lépést tettünk afelé, hogy a céljainkat elérjük, de itt most nagyon oda kell figyelnünk, sosem szabad nekünk megnyugodni, azért remélem, hogy jönnek vissza most már így a sérültjeink, illetve Kis Attila nem tud játszani, mivel eltiltását töltötte itt az előző mérkőzés miatt,
és Tóth Józsefet várjuk vissza nagyon, mivel attól függetlenül nagyon jól vélekeznek ketten középen, Boda Tamás és Mazák Lajos, de hogy őket ilyen éles szituációban tudjuk mentesni, illetve hogy legalább három ember tudjak, hogy cserélni, mindenképpen fontos lenne, hogy egyszer már jó lenne ebben az évben kompletten nekiállni egy mérkőzésnek. Következő feladatunk Veszprém csapata ellen, egy igazi rangadó lesz, most ők a harmadikok, mi vagyunk a második helyen. Én azt gondolom, hogy ha ott tudnánk pontokat hozni, akkor nagyon nagy lépést tennénk még egyszer afelé, hogy megőrizzük a második helyünket. Mi volt az a Tata játékában, ami veszélyesnek tűnt, amire figyelni kellett? Hát tele vannak gyors játékokkal, jól szervezik a játékot. Mi ezt próbáltuk lelassítani, egész héten azt gyakoroltuk, hogy hármas védőink kilépkednek rájuk, és lelassítjuk ezeket a húzásokat, mert nagyon jól húznak szélre. Szerintem sikerült ezt megoldani. Mi volt a kulcsa a mai győzelemnek? A védelem. Szerintem a mai napot a védelemben nyertük meg. A Kovács Péter a kapuban nagyon jól védett. Szerintem ez nagyon fontos volt, első második fél időben lehúzott, szerintem, hogy 10 zicsert. Ültek a lövéseink, hála Isten sikerült. Az edzőtök Szilágyi Zoltán az egész mérkőzés alatt egy picit ideges volt, nem volt megelégedve a játékotokkal. Az edző igazából sose lehet elégedett a játékkal, mindaddig, amíg nem nyerünk ott 30 góllal. Szacsa meg pont ilyen. Hát majd holnap visszanézi a meccset, látja majd a szép dolgokat is, nem csak a rosszakat. Kielemezzük, és akkor majd megnyugszik. Én úgy láttam, hogy olyan érezted ma a játékot. Próbáltam labdát szerezni, hála Isten ez többször is összejött. Legyen mindig így. Ismered a Veszprémnek a játékát. Mire számítasz ott? Visszamegyek Veszprémbe, én ugye Veszprém vagyok. Hát ott is egy nagyon kemény védelemre, sok rutinos játékos van. NB1-et, világválogatottak, nagyon jó játékosok, úgyhogy remélem, hogy sikerül őket megverni. Szerintem sikerülni fog. Magtelevízió. Önökért vagyunk.